Mindenható Atyánk, mennek és fölnek Ura, Jézus Krisztus nevében szólítunk meg Téged, és álltunk meg előtted. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy méltó vagy az Atya névre. Köszönjük, hogy úgy törődsz velünk, úgy figyelsz reánk, mint a földi szülők, sőt, még annál is jobban. Nyomon kíséred életünk minden percét és pillanatát, és keresed azt az alkalmat, amikor megszólíthatsz bennünket, és magadhoz vezethetsz. Köszönjük, hogy ezt már olyan sokszor megtetted, és most is ezt tetted keresztelendő testvéreinkkel. Könyörögve kérünk téged, hogy legyél itt jelen most ezen a szent alkalmon. Add, hogy lelked járja át szívünket, és meggyőződjünk arról, hogy te vagy a szeretet, te vagy az igazság, és te vagy a kegyelem. Add, Urunk, hogy ezt mindannyian lássuk, és érezzük, és tudjuk. Add ennek bizonyságát, Urunk, mind a gyakorlatban, mind az ige által. Köszönjük, hogy meghallgattál, és itt leszel kegyelmedből. Amen. Péter apostol első levele, részletek kivonatosan. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, hogy az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.
aki előre el volt ugyan rendelve a világ megalapítása óta, megjelent pedig az idők végén, ti érettetek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Az alázatosságot öltsétek fel, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom öröktől fogva mindörökké. Ámen.
Őszinte szeretettel köszöntelek benneteket, kedves leendő testvéreim, és természetesen őszinte szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, akik tanúi akarunk lenni ennek az örömteli alkalomnak. Most, hogy így belolvastam még az ige hirdetés előtt egyik-másik ige versbe, amit valószínűleg az idő rövidsége miatt csak szóban szeretnék idézni, egy dolog úgy megragadott megint, amikor az apostolok megszólalnak és megnyilatkoznak, a külső körülményekre való tekintet nélkül mindent túlharsog az öröm. Azt mondja például János első levelében itt a Szentírás, hogy amiket láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal van, és hozzáteszi, hogy a ti örömötök teljes legyen. És ebben a kifejezésben egyrészt tartalmilag benne van az, hogy az apostol a saját örömében szeretne részesíteni másokat. Igazi öröm az, amikor egy ember, aki távolvaló volt, aki idegen volt, aki az Istentől távol élte a maga életét, egyszer csak az Isten szeretetteljes hívásának engedve elindul hazafelé, és rátalál az élet forrására, és hazafogadottá lesz, és közelvalóvá lesz. Ehhez fogható öröm nincs. A tékozó fiú példázatáról egészen leegyszerűsítve a Szentírás alapján annyit mondhatunk, hogy ennek a fiúnak az életében olyan diadalmas változás ment végbe, amikor elment otthonról, akkor csak a pénz érdekelte, a vagyon. Amikor visszatért, már csak az atya. És voltak éppen minden keresztségre készülő és felkészült ember esetében ez a fordulat ennyire valóságos és tartalmilag ennyire azonos. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Krisztus szerelme szorongat minket, mondja ugyancsak ő, amikor arról beszél, hogy neki mindenképpen szólni kell arról az örömhírről, ami megjelent ebben a világban, tudni, hogy az Isten az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és vele együtt kész mindent nékünk ajándékozni, hogy bizonyságot nyerjen minden emberi szívben az, hogy ő a javunkat akarja, hogy életet akar ajándékozni nékünk. Amikor a keresztség jelképes vonatkozásaira gondolunk, akkor ez tartalmilag mindenképpen kifejezésre jut. Nem számolunk vele, mert látszólag van életünk. Valamikor megszülettünk, élünk, többé-kevésbé boldog vagy életnek nevezhető életet, a Biblia azonban azt mondja, hogy ez a menny elgondolása szerint nem az. Hiszen az Isten bennünket önmagával való közösség ápolásra teremtett, és hogyha ez a közösség, az Istennel való közösség hiányzik, ami az emberi élet lényege, tartalma, lételeme, enélkül nem vagyunk emberek. Persze emberek vagyunk így a saját fogalmi körünkön belül, csak Isten nem tekint bennünket, nem tekinthet bennünket az életre alkalmasnak. A bizalmatlanság révén az ember hátat fojtott az Istennek, és azóta ez az emberi természet egyik sajátos jellemvonása, mindenképpen az Istentől távolvalóként akarja leélni az életét. Még, hogy is mondjam, normális erkölcsi érzékkel megáldott emberek, Istenről tudomást venni különösebben nem akaró emberek is azt mondják, hogy nem tisztességes dolog úgy leélni az életet, hogy eközben egy nagy és ismeretlen úr vendégei vagyunk. Milyen nem igazán emberhez méltó dolog, hogyha az ember nem akarja megismerni az apját. Ezek csak emberi megközelítések. A Szentírás ennél lényegesen többet mond. Azt mondja, hogy nincs életünk. Az Efézusi levélben, ahol a mi megváltozott státuszunkról szól a Szentírás, itt arról beszél a Biblia, hogy titeket is megelevenített, kik holtak voltatok a ti vétkeitek, és bűneitek miatt. És itt kimondja a lényeget, azt, amit az Édenben már egyszer
az Isten kimondott, amelyik napon eszel meg, ha az amelyik napon az életedben megjelenik a bizalmatlanság, a távolság tartása való készség, az elidegenedés vágya, abban a pillanatban a szó legnemesebb és legvalóságosabb értelmében halott vagy. És a megváltási terv leegyszerűsítve nem egyébről szól, mint arról, hogy az Isten bennünket valahogy az ő bizalom, az ő iránta való bizalom közegébe visszasegítsen, és ha már tudunk elfogadni, tudunk segítséget kérni, tudjuk segítségül hívni az Úr nevét, akkor az Isten, mint bizalomra ébredt teremtményeit, így minősít, által mentünk a halálból az életre. A Krisztussal való közösség azt jelenti, hogy belépett az életünkbe az Isten által megteremtett bizalom alapján újra az élet. És a keresztség ezt fejezi ki. Eltemettetünk a hullámsírba, kifejezve azt, hogy mi holtak voltunk, de ebből a halálból van feltámadás. Valakik befogadják őt, valakik az Isten szeretetétől érintettekké válnak, mert hagyják, hogy az Isten jósága őket megkörnyékezze. És erre a meg nem érdemelt szeretetre igennel válaszolnak, akkor megelevenítetnek. Így folytatja ugyanis, az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott. Ugyancsak a keresztség szimbolikus kifejező eszközei sugallják ezt, meghalunk a régi élet szerinti óembernek, a halálra méltó és a halál állapotában lévő óembernek, és a bizalom jegyében az Isten kegyelméből új életre támadunk, belé kapaszkodva vele szövetséges társi viszonyban, által megyünk a halálból az életre, megelevenedünk, vele együtt feltámadunk. Azt mondja egyik pionírunk, egy a 19. században élt, nagynevű, Krisztus második eljövetelét váró hithirdető, hogy meghalnunk mindenképpen kell. De nem mindegy, hogy egyedül vagy Krisztussal. Meg lehet halni egyedül is. Ennek nincsenek áldásos következményei. Ha valaki a Krisztussal együtt megfeszítetik. Ha valaki kimondja azt az eddigi életére, hogy az életre alkalmatlan életvitel volt, halálra méltó, és voltak éppen mi a magunk önzése miatt a halál csíráit hordozzuk magunkban, ha erre a felismerésre és erre a hitvallásra eljutunk, és belátjuk, hogy a magunk erejéből, a szeretet hatalma nélkül nem vagyunk képesek embered méltó életet élni, akkor az Isten lehajol hozzánk, és az Isten felemel. Megelevenít, így folytatja, és együtt feltámasztott. Általában itt megszoktunk állni. Jó, az is, nem? Volt egy régi vers, még gyerekkoromban hallgattam a gyülekezetben, ami arról szól, hogy hadd legyek küszöb az Isten országában. És ezt én a magam részére akkor úgy fordítottam le, hogy hát az egyik része legalább belül van. Ha a másik része kívül ennyire csekére értékeltem akkor az Isten által kínált lehetőségeket. Itt azt mondja a Biblia, hogy mi együtt meghalhatunk Krisztussal, együtt megelevenedhetünk, hogy Krisztus őt, Krisztust az Atya életre keltette, ugyanígy bennünket is életre kelt az Isten meg nem érdemelt jósága és szeretete, valami döntő fordulatot, valami megtéréshez hasonlítható fordulatot visz véghez bennünk, de itt nincs vége. Azt mondja, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. És hogyha itt az Efézusi Levél második fejezetének további verseit elolvassuk, akkor például ilyenekre találunk, hogy most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki egyétette mind a kettőt, lerontván a közbevetett válaszfalat. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberé teremtse ő magában békességet szerezvén.
Sokan itt arra utalnak, vagy arra gondolnak, hogy a zsidókat és a pogányokat Isten megbékéltette egymással Krisztusban. Nem erről van szó. Áttételesen igen, de első olvasatra arról van szó, hogy Krisztusban az Isten és az emberi nemzetség egyé vált. Krisztus tökéletesen emberré lett. Megkeresett bennünket ott, abban az állapotban, ahova születtünk, és amilyen állapotban születtünk, és felvállalta a mi létformánkat, felvállalta a mi sorsunkat, olyan közel jött hozzánk, hogy ennél közelebb már nem jöhetett volna, hogy itt ebben a közösségben, Isten és ember közösségében megmutassa azt, hogy mire képes az ember, ha vele közösségben él. Hogy emberré válhat. Hogy az önző, maga körül forgó, magának kedvezni akaró emberből egyszer csak a másokra odafigyelni kész és készséges, önmagáról megfeledkezni akaró, az Isten iránti háláját és szeretetét mindenképpen kifejezni akaró emberré válik. Aki gyönyörködik az Úrban, aki gyönyörködik ebben a közösségben, aki háláját, örömét és szeretetét azáltal fejezi ki, és amiatt fejezi ki, hogy végre hazatalált, hogy végre életének újra értelme lett, mert távolvaló volt, és fájt a távollét. Egy olyan ember, akit az Isten arra teremtett, hogy csak vele közösségben éljen teljes értékű életet, mindenképpen hiányérzettel éli az életét. De amikor Isten belép egy ember életébe, és a távol lévőből közel valóvá lesz, a tékozó fiú úgymond igaz testvérének mondja azt az atya, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. A hazatalált ebben a különleges kiváltságban részesedik. Fiam, te mindenkor én velem vagy. Megszűnik a tékozó élet, és a fiú hazatalál. A keresztség erről szól. Holtak voltunk, méltók a halálra, az életre alkalmatlanok, hogy finomabban fogalmazzak, de az Isten gazdag lévén megüresítette magát. Nem élt vissza a helyzetével, hogy ő az Istennel egyenlő, tanítja a Szentírás Krisztusról, megalázta magát, emberekhez lett hasonlóvá, eljött oda, ahol vagyunk, osztodott a sorsunkban, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor tovább alázta magát, és felvállalta azt a büntetést, felvállalta annak az életformának a végső konzekvenciáit, amivel mi éltük eddig az életünket. Azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk, hogy az Isten hazafogadhasson. Hogy az Isten igazsága és irgalma egyidejűleg érvényesülhessen az emberi család életében. A kettőt a maga testében békéltette. Ellen White azt írja, hogy Isten Krisztust mindörökre az emberi családnak adta. Krisztus a második Ádám, a mi idősebb testvérünk, soha nem veszi le emberi mi voltát. Hogy ezzel is kifejezésre juttassa azt, hogy a teremtményért az Isten mindenre képes. Az az Isten, aki a szeretet Istene, úgy tölti be a szeretet életrendjét a legmesszebb menőkig az emberért, hogyha megtesz minden tőle telhetőt a teremtmény javára. És az ember bűne, az ember nyomorúsága olyan mély volt és olyan szövevényes, hogy az Isten a maga szeretetét csak ebben a felfokozott formában kimutatva tudott igazán segíteni. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Így lehetne egy kicsit talán tartalmilag azonosan, de más szavakkal kifejezve az ige további gondolatait, hogy vele együtt kész mindent nékünk ajándékozni. Ugyancsak Ellen White szavaira hivatkoznék, Isten kész a menny utolsó angyalát is elküldeni, hogy egy megkísértett, egy bűnben vergődő gyermekének segítségére siessen. Vajon nem szeretetre méltó az Isten? Vajon az Isten jósága nem indít megtérésre? Vajon nem az Isten jósága az egyetlen olyan gyógyszer, ami önző, maga körül forgó emberből képes önzetlen, mások javára élő teremtményt formálni? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Hát az Isten az, aki megigazít. Az Isten az, aki kegyelembe fogad. Az Isten az, aki itt ebben a szimbolikus cselekményben is kifejezésre juttatja azt,
hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm, mert fiam. Mert a szeretet érintése átformálta az életét. Azért, mert befogadott engem. Azért, mert újra megjelent az életében, az én személyemben, az én szövetséges társi hűségem formájában megjelent az ő életében maga az élet. És valakik segítségül hívják az Úr nevét, megtartatnak. A keresztség egyben segítségül hívás is. Nem akarok a magam útján járni, nem akarom a bukás, a vergődés, az Isten nélküli nyomorult életforma állapotát tovább szenvedni. Kapitulálok az Isten szeretete előtt. És az Isten azonnal felel. Azt írja Ellen White, hogy vannak imádságok, amelyeket az Isten talán nem úgy és akkor hallgat meg, amikor mi szeretnénk, vagy hogy mi gondoljuk. Egyetlen kivétel van, amikor az ember szabadulásért, gyógyulásért, segítségért folyamodik, akkor az Isten azonnal felel. És milyen jó lenne, hogyha most, amikor majd egy felajánló imában az Istenhez fordultok, az én szeretett munkatársam vezetésével, akkor mindannyiótok szívében ott lenne talán, ki nem mondott szavakkal az az őszinte vágy, hogy Uram, lép be az én életembe. Ezzel a jelképes cselekménnyel ki akarom fejezni országvilág előtt, elbukott és el nem bukott lények előtt, hogy én ezentúl hozzád akarok tartozni. Én hátat folytottam a saját önző vágyaimnak, elképzeléseimnek, és ettől kezdve nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mi megfeszítettről. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem, ezért élek pedig többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, és én ennek kifejezési formát akarok adni. Nem akarok többé a magam útjának átokvertjeként élni. Én azt akarom, hogy az Isten belépjen az életembe, és ezért segítségül hívom az ő nevét. És hogyha ez megtörténik, újra szeretném hangsúlyozni, és azért teszek erre hangsúlyt, mert nem egy testvéremtől hallottam, hogy a keresztség számára olyan esemény halmazként zajlott le, amiben nem voltak megragadható, konkrét, elkönyíthető gondolatok. És én ezért szeretném hangsúlyozni, ez egy szövetségkötés, ez egy feltámadás. Holtakként jöttetek ide, a régiet szerint való ember pedig itt marad. És ettől kezdve éltek pedig többé, nem ti. Nem az fog élni ezután, akit idehoztatok, hanem ti a Krisztussal együtt új életet támadtok. És nem csak, hogy új életet támadtok, hanem itt szeretném újra idézni az Efézusi levél kijelentését. Az Isten együtt ültet, vele együtt a mennyekben. Mi osztozunk Krisztussal, mint az életre alkalmassá vált teremtményei, osztozunk Krisztussal a föld feletti uralomban. Újra lesz királya ennek a földnek. E világ fejedelme most más. Krisztus eljött második Ádámként, hogy visszahódítsa, de nem magának, nekünk. És helyet kínál a föld feletti uralom trónján. Együtt halunk, együtt támadunk, és együtt ülünk vele együtt az ő királyi székében, a mennyekben. A Jóisten adja ezt kegyelemből néktek, hogy ez ne csupán egy szép elmélet legyen, hanem a ti saját szívetekben megélt valóság. Amen. Thank you.
Kedves keresztelő testvéreim, mi imádságban fogjuk most kérni a mindazót, hogy ünnepélyesen nyilvánítson és fogadjon benneteket gyermekeivé, bocsássa meg bűneiteket, és hogy neveteket érje be az életünkbe. Megkérjük az ünnepű gyülekezetet, amíg mi testvéreinkkel térdet hajtva imádkozunk, kérjük a gyülekezet álljon fel. Jóságos Istenünk, mennyi atyánk! A mi Úrunk Jézus Krisztusunk nevében szeretnénk hálát adni, hogy nagyon szeret minket, és úgy határoztad, hogy a bűnbe jutott embert megkeresed, és visszaszerzed magadnak szeretett fiad feláldozásra, odaszállása által is. Szeretném megköszönni, hogy szent lelked munkálkodott testvéreinkért, szólítottad őket, igazgattad életüket, hívtad őket szent hívással, és ők ezt a hívást elfogadhatták. Most itt térdepelnek előtted, kérjük, könyörülj rajtuk. Bocsásd meg bűnéket, és tisztítsd meg szívüket, tedd igazán tartalmassa és alkalmassa életüket e földön már a boldog életre, és tedd alkalmassá, győzedelmessé az örökkévalóságra is. Megváltó Krisztusunk, amikor nem sokára eljössz, hadd vihessed őket is magaddal velünk, és ugyanakkor az ő szeretteikkel együtt is. Kérjük, mennyi atyánk, könyörülj rajtuk. Megváltó Krisztusunk, köszönjük, hogy életedet adtad értük, és mint megérted, hogy te megvallod őket az Atya előtt és az ég angyali előtt. Tedd meg ezt értük. Hisszük, hogy vágyakozol, és ezt meg is ígérted. Írd be nevüket az élet könyvébe, hogy elkezdett örök életet folytattassák itt ezen a földön, majd a mennyben, majd pedig az újjáteremtett földön is a te kegyelmedből, szereteted által. Kérjük, adj nekik győzelmes tapasztalatokat a következő napokban. Segíts meg őket valóban veled járni, együtt élni boldog életet. Áld meg azt a hittestvéri közösséget, ahol ténykednek, ahol élik hitéletüket. Adj nekik vágyakozó szívet, hogy embereket hozzá tudjanak vezetni. De kérünk arra is téged, hogy amikor nehezebb napok következnek életükben, és hozzád kiáltanak, hallgass meg őket, és segíts meg őket minden dolgukban. Visszük hozzád, jóságos Istenünk, az ő szeretteiket is. Őket is gondozd és hordozd, és mentsd meg őket is a te kegyelmedből. És megváltó Krisztusunk, amikor nem sokára eljössz az ég felében, hatalommal és dicsőséggel, akkor hadd legyenek szeretett testvéreink, minden őszinte hozzád vágyakozó ember, hadd legyen a te országodban örökké tartó gyermekedként. Köszönjük, atyánk, hogy ezt mind megtetted és megteszed, és hordozol bennünket a végsőkig a teljes győzelemig. Kérjük a te imádságoddal, jöjjön el minél hamarabb a te országod, és legyen meg a te akaratod a mi életünkben is, mint ahogy a mennyben. Amen. Thank you.
Kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Aki győz, örökségű nyer mindent, és annak Isten leszek, és az Fiam lesz. Kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kőszikla, cselekedete tökéletes, minden út igazság, hűséges Isten és nem csalál, igaz és egyenesen. Kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Örökké való szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságot. Kedves testvérem, a te hited vallomására megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Boldogok azok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek pályához, és bemehessenek a kapukon a városban. Thank you.
Kedves most keresztelt testvéreim, köszöntésül Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15-16. Versét olvassuk el. Ezt mondja az Úr, hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimban metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Csodálatos, bátorító igeszakasz ez. Isten végtelen hűségét, ragaszkodó szeretetét mutatja be, amely messze felülmúl minden emberi szeretet kapcsolatot, emberi köteléket, még az anyának gyermekéhez fűződő szeretetét is messze felülmúlja. Én ebből az igeszakaszból, a felolvasott igeszakaszból, most köszöntésül, keresztség utáni első ige, amit a lelketekre szeretnénk helyezni, ez a Biblia versnek az utolsó gondolata. Amikor azt mondja az Úr, ígéretként mondja, és szeretném, hogyha az egész életetekre elkísérne ez az ígéret, ami így hangzik, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent ez az ige vers? Milyen ígéret ez? Mert hatalmas ígéret. A bibliai időben a városokat kőfallal vették körül, és erre a kőfalra őröket állítottak. És akkor lehetett egy városban biztonságban lakni, amikor ilyen körülkerített volt a város. És erre a képre utalít az Úr. És azt mondja ezzel a kifejezéssel, ezzel az ígérettel, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen, ezzel azt akarja mondani, hogy biztonságban vagy nálam. Én védelek téged, az én szeretetemben megnyugodhatsz. Semmitől nincs mit félned. Mit mond? A te kőfalaid ott vannak előttem szüntelen. Egy szüntelen védelmet, vigyázást ígér az Úr. Szüntelen. Azt mondja a 121. Zsoltár, és ennek a kifejezéseit is hadd olvassam el, mert annyira bátorító, amikor az Úr azt mondja nekünk a 121. Zsoltárban, az első 4 versben, ugye a Zsoltáríró azt mondja, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És a válasz így hangzik, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ, imé nem szunnyad, és nem alszik az Izrael őrizője. És amikor azt mondja, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Úr egy percre nem veszi le rólunk és rólatok a tekintetét, nem szunnyad, nem alszik az Izrael őrizője. Szüntelen az ő védelmében élhettek és lehettek. De ez a kép, amikor azt mondja, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen, ez a kép egyben veszedelemre is utal. Mi olyan helyzetben vagyunk, hogy állandóan vigyázni kell ránk, védeni kell bennünket bajoktól, veszedelemtől. Igen. Ellenséges területen járunk, ellenséges földön élünk. De az Úr azt ígérte, hogy védeni fog bennünket. Nem azt ígérte, hogy Sátán ezt a kőfalat, ezt az erődítményt nem akarja majd bevenni. Nem azt ígérte, hogy nem lesznek nehézségek, megpróbáltatások, hogy Sátán nem fog a kísértéseivel ostromolni. Ezt nem ígérte. De azt megígérte, hogy a kőfalaid ott vannak előttem szüntelen. Figyelek minden eseményre, ami veled történik. Nem érhet nagyobb kísértés, nagyobb megpróbáltatás, mint ahogy azt elszenvedhetnéd. Senki nem tehet veletek, értetek, sem ellenetek semmit, csak amit ő megenged. A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Dávid ezt a gondolatot úgy fejezi ki a 139. Zsoltárban. Olvasuk is el a 139. Zsoltárnak az 5. versét. Ugyanezt a gondolatot Dávid így fogalmazza meg, hogy elől és hátul körül zártál engem,
és fölöttem tartod a kezed. Elől és hátul körül zártál, fölöttem tartod a te kezed. Hadd kérdezzem meg, ettől kezdve ti egy börtönben éltek? Hogy a kőfalaid ott vannak előttem szüntelen, elől és hátul körül zártál, fölöttem tartott kezem? Nem. A szabadságotok ugyanúgy megmarad. Nem börtönben vagytok. De az Úr egyet kijelent. Csak ebben a várban, az ő védelme alatt vagytok biztonságban. A szabadságotok megmarad, hogy elhagyjátok ezt a várat. De az Úr ezt nem akarja, mert tudja, hogy az egyedüli védelmet a város falai jelentenek, amelyet ő épített, ő állít körétek, és ő vigyáz erre a falra, hogy ellenség, veszedelem ne érhessen benneteket. Csak az történhessen, amit ő akar, amit ő megenged. Igen, ebből a városból ki lehet jönni. Sátán fog is csábító dolgokat elhelyezni a városfalon kívül, hogy lépjük át ezt a határvonalat, vagy magabiztosak lehetünk, hogy úgy sem ér semmi baj a városon kívül. De azt mondja, hogy ne menj, mert egyedül itt vagy biztonságban. Olyan elgondolkodtató ez a kép, és olyan mélyen a szívünkre kell vennünk, mert hogyha erre gondolunk, hogy ebben a várban mi biztonságban vagyunk, az ő védelmében, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy kell-e valami miatt aggódni? Kell-e valami miatt aggódni? Isten szövetséget kötött veletek, szövetséges gyermekei lettetek. És ha ti szabad akaratból ott maradtok őnála, akkor az életetekben megvalósul az ige, hogy semmi felől nem kell aggódni. Semmi felől nem kell aggódni, mert az ellenségnek nincs olyan hatalma, hogy ezt a várost bevegye. Ez a kötelék, amelyet most megkötöttetek, illetve amellyel az Úr magához kötött benneteket, ez a szeretet kötelék, ez olyan erős, hogy külső hatalomnak nincs ereje ezt elvágni. Egyetlen egy valaki vághatja el ezt a köteléket, és ezek ti vagytok. De kívánom, hogy soha ne vágjátok el. Jézus mit mondott? Jézus azt mondja Pál apostolon keresztül, hogy senki nem szakaszthat el bennünket az ő szerelmétől. És felsorolja az élet nehézségeit, megpróbáltatás, nyomorúság, éhezés, bármi. De semmi nem szakaszthat el az ő szeretetétől. Egyedül ti vagytok azok, akik önszántatokból kimehettek a városon kívül, és elvághatjátok ezt a köteléket. De ő azt mondja, hogy ne tedd, mert nálam vagy biztonságban. És hogyha így élitek az életeteket, tudva azt, hogy másban nincs biztonság, csak Krisztusban, az ő megváltó szeretetében vagytok biztonságban, akkor Jézus szava valóra válik, hogy senki az én kezemből ki nem ragadhat benneteket. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a vár, ahova bementetek, ez a kőfal, ez az őr, maga az Úr, aki véd benneteket, örök és hűséges őrizőtök lehessen. Soha ne fordítsatok neki hátat, hanem hűséggel napról napra igényeljétek az ő ígéretét, mert ő megígérte. A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Amen. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, nincsenek szavak, amelyel ki tudnánk fejezni a mi hálánkat a te végtelen szeretetedért. Urunk, mi a te szeretetedet egyáltalán nem tudjuk megérteni, csak morzsákat tudunk ebből valahogy megérteni, felfogni, és ez is olyan csodálatos, hogy nem tudunk ennek a végére járni, hogy te miért szeretsz bennünket ennyire, hogy milyen mély és magas a te szereteted, milyen hatalmas és kitartó a te hűséged mi irántunk. Istenünk, köszönjük mindezt neked, és köszönjük, hogy ebben a szeretetedben testvéreinket is megkerested. Köszönjük, hogy már az anyaméhtől kezdve gondod volt őre álljuk. Köszönjük, hogy láttad előre az ő életüket, és minden tervedet úgy alakítottad az ő életükben, hogy az ő szabad akaratukat meghagytad, de mégis szüntelenül hívtad és kerested őket.
és köszönjük, hogy ők igent mondtak a te hívásodra, és köszönjük, hogy most gyermekeiddé fogadtad őket. Köszönjük, Istenünk, hogy veled járhatnak ettől kezdve szövetségesi kötelékben. Istenünk, áldjad meg az ő egész életüket. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy soha ne akarjanak téged elhagyni. Urunk, adjál nekik szívbéli elhatározást, hogy semmilyen hívás, vonzás, semmilyen kísértés hatására nem fordulnak veled szembe, hiszen a te szeretetedben vannak egyedül biztonságban. És köszönjük, Istenünk, hogy ez a szövetség, amelyet most megkötöttél velük, nem csak erre a rövid, néhány esztendőre szól, hanem te örökké való szövetséget kötöttél velük, és te arra vágyakozol szívedből, hogy ők ebben a szövetségben elérjék az életük célját, amiért te létezést adtál nekik, az örök életet. Hogy majd színről színre láthassanak téged, hogy már ne csak a lelkiismeretükön keresztül, a belső szívükben, vagy a belső világukban érezzék és hallják a te hangodat, hanem majd színről színre láthassanak téged. Istenünk, köszönjük ezt a kegyelmet, és köszönjük, hogy ezt mindannyiunknak felajánlod. Urunk, kérünk téged, áldjál meg mindannyiunkat, akik már ebben a szövetségben élünk, hogy hűek maradjunk ehhez, és áldjad meg mindazokat, akik még csak szemlélői az eseménynek, hogy ők is megértsék ezt a végtelen szeretetet, és Urunk, adjad, hogy mindannyiunkban igaz vágy éljen te irántad, a veled való élő kapcsolat iránt, a veled való járás iránt. És Urunk, kérünk téged, ebben a szeretetben, örömben, a te szent lelked vezetésében kísérjél bennünket, és kísérjed most megkeresztelt testvérünket minden pillanatban, és áldjad meg az ő lépésüket, az ő életüket, és bárhol, ahol megfordulnak, Urunk, adjad, hogy áldás lehessen az ő jelenlétük és életük. Az Úr Jézus nevében kértük mindezt. Amen. Újonnan megkeresztelt testvérénk, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörjön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te reád, és adjon békességet néked. Amen.